EW7D 394 UE típus jelzésű Electrolux hőszivattyú szárítógép, 60 cm széles, fogantyújával belekalkulálva 66 cm a teljes mélység mérete és 85 cm a készülék magassága. Energiaosztályba sorolását tekintve A3 pluszos, ami azt jelenti, hogy az éves fogyasztása 194 kWh, 9 kW a maximális töltett kapacitása és 63 decibel a készülék zajszintje. Ha megnézzük a kezelőfelületet, középső gomb benyomásával tudjuk bekapcsolni, áram alá helyezni, és akkor már tudunk választani a betett ruha anyagának megfelelő programot. Ezek között megtalálható a Mixcare program, amikor 5 kg pamut és kevert szálas anyagot egy programon belül meg tudunk szárítani. Ezen kívül van benne pamut, szintetikus, illetve kímélő program, van benne külön gyapjú és sejem program, van egy vasalás könnyítő program, külön sportruházatnak megfelelő szárítás, kültéri sportruházatnak megfelelő szárítás, ami ugye ilyen vízlepergető anyaggal rendelkezik, van egy hygiene, tehát egy fertőtlenítő szárítás, illetve egy XL kapacitású ágynemű, illetve egy energiatakarékos program. Bármelyik programot, ha kiválasztjuk, kijelzőn fogja mutatni a programfutás idejét, de ugye különböző szárassági fok állítható be. Az első a vasalás száraz, szekrény száraz, illetve az extra száraz, amikor is a program végén még melegen tartja a ruhát, de teljes egészében megszárítja. Ugye a programtól függően ki kell tapasztalni a ruha anyagának megfelelően, hogy milyen mennyire tökéletes a végeredmény, mert ugye ezt a három különböző szárítási módot, ezt még finomra tudjuk hangolni, tehát hogyha úgy ítéljük az első használatkor, hogy nem lett teljesen tökéletesen száraz, akkor a két bal alsó érintő panel egyszerre történő megérintésével három fokozatban tudjuk még állítani a szárítási végeredményt, ugye 0, 1-es, 2-es, illetve 3-as értelemszerűen a 2-es fokozat esetében történik a leghosszabb idő, illetve hát ennek megfelelően ugye akkor tökéletesen száraz lesz. Ezt ki kell tapasztalni az első 1-2 szárítás során, beállítani, és akkor utána az már a többi programnál értelemszerűen így fog maradni. Van arra lehetőség, hogy a készülékhez hozzárendeljünk egy úgynevezett gyűrödésmentesítő ciklust, ez akár 2 órával is eltolható, ez a szárítást befejeztével, ha nem vagyunk ott, nem tudunk azonnal kipakolni, akkor akár még 2 órán keresztül a már megszárított ruhát jobbra-balra megforgatja, tehát nagyjából 10 másodpercenként fordít egy felet a dobon, tehát folyamatosan lazán tartja benne a ruhát, ezáltal biztos, hogy nem fognak meggyűrődni a már megszárított ruhanemük. Van idővezérelt szárításra is lehetőség. Itt ez gyakorlatilag 10 perces ugrással tetszés szerint el tudjuk tolni. Arra kell viszont figyelni, hogy minél rövidebb az idő, a készülék annál nagyobb hőmérsékleten fog dolgozni, hogy a rövidebb időtartam alatt is megszárítsa a ruhát. Tehát kényes textíliát ilyen idővezérelt szárításra ne nagyon tegyünk be, ott hagyatkozzunk mindig a gyári programra. Van arra is lehetőség, hogy késleltessük az indítást, ezt 1 órás ugrásokkal tetszés szerint el tudjuk tolni. Ezt 23 órával tudjuk késleltetni. A készülékben megtalálható egy úgynevezett frissítő program is, itt gyakorlatilag 35 perc alatt át fogja frissíteni a ruhát, ez gyűrődésmentesítésre, szaksemlegesítésre, szó szerint ruha felfrissítésre szolgál. A következő opció, amit az alapprogramhoz hozzá tudunk rendelni, egy irányváltó funkció, normál körülmények között is jobbra-balra forog a szárítás során a dob, viszont ha ezt az opciót hozzárendeljük, akkor ugye ezeknek az irányváltásoknak a gyakoriságát meg fogja növelni, tehát gyakorlatilag ez főleg hosszújú pólóknál, hosszú ruhák esetében, lepedő szárításánál hasznos, mert nem tud összegubancolódni, nem fog összegyűrődni ebből kifolyólag a ruha a szárítás során. Illetve van egy alacsonyabb zajszinttel történő szárítási opció, ez például, ha éjszaka indítjuk el a szárítógépet, hogy ne legyen zavaró a hangja, kisebb nyomással fújja be a levegőt a dobba, ennek megfelelően lényegesen hosszabb lesz a szárítási idő, de ha este elindítjuk reggelre, akkor is megszárítja, cserébe viszont tudunk mellette aludni. Ha megnézzük a készülék dobját, egy rendkívül nagy betöltő nyílás mögött találjuk a 9 kg szárítási kapacitásnak megfelelő dobot. A készülékbe világítás található,
illetve a betöltőnyílás alsó részében található meg az a szőzgyűjtő kis szűrő, ahova a ruhából kihullott szöszök föl fognak tapadni, tehát ezeknek a szitaszerű szűrő falára gyakorlatilag feltömörödnek ezek a szöszök, ezt egybe ilyen filctábla szerűen le tudjuk venni majd róla, és aztán zuhannyal egyszerűen átnedvesítve, leveretve le tudjuk tisztítani. A készülék alsó részében található meg maga a kondenzátor, ez bizonyos időközönként ennek a külső felületét le kell porszívózni, ugye ide is kerülhetnek szöszök, de ez már nem a ruhából kerül ide, hiszen ugye a készülék itt szívja be a friss levegőt, tehát hogyha valamit beszippant a helységből, azok tapadnak fel erre a külső felületre. Akár a szőzgyűjtő szűrőt, akár a kondenzlemez külső felületét takarítani kell, a készülék piktogram formájában a kijelző meg fogja jeleníteni, tehát akkor kell igazából érdemben beavatkozni, hogyha a készülék ezt jelzi nekünk. Készülék invertermotoros, az ilyen típusú motorral a gyártó 10 év garanciát ad, csak regisztrálni kell a vásárlást az electrolux.hu internetes oldalon. Ez a szárítógép Woolmark Green besorolás kapott, ez azt jelenti, hogy nem csak energiahatékonyan, de rendkívül kíméletesen kezeli akár a gyapjú anyagot is. A készüléknek a vízgyűjtő tartálya a bal felső sarokban található, ugye a ruhából nyert nedvességet kondenzvíz formájában itt fogja összegyűjteni. Ez programtól függően, meg a ruha anyagától függően lehet 2, 3 vagy akár 4 szárítás is, mire ez a tartály megtelik. Egyszerűen kivesszük és ki tudjuk borítani a kádba, mosdóba, bárhová. Ha ez a tartály megtelt, ugyanúgy piktogram formájában jelzi a készülék, illetve mellé még hangjelzést is ad, tehát gyakorlatilag fogjuk tudni, hogyha program közben telt meg ez a tartály. Kiürítjük, és ebben az esetben onnan fogja folytatni a programot a szárítógép. Electrolux hőszivattyús szárítógép L3 pluszos energiaosztályba sorolással, 9 kg töltett kapacitással, Woolmark Green besorolással és invertermotorral.